Meglehetősen magabiztosan győzte le a többieket a szekszárdi Szemerei Levente a svédországi junior U20-as Európa-bajnokságon, akadályfutásban, annak előfutamán. Majd két nappal később a nagy döntőben, az EB-n negyedik helyezést ért el. Múlt vasárnap pedig a felnőtt országos bajnokságot is megnyerte. A nemzetközi és hazai szereplés kapcsán fogadta őt szerdán Ács Rezső szekszárd polgármestere. A polgármesteri fogadás mellé egy nagyértékű sportkaróra is járt. A 19 éves futó azt mondja, nem akar itt megállni, a célja, hogy 2023-ban Magyarországon megrendezendő atlétikai világbajnokságon még a mostaniaknál is jobban teljesítsen. Szeretnénk majd a budapesti VB-re szeretnénk majd nagyon jó formát csinálni, hogy ott a döntőbe kerülhessek, és az egy közönség előtt az éremért futhassak majd. Szekszárdon hagyománya van egyébként annak, hogy a nemzetközi vagy országos sportsikereket elérőket a város polgármestere személyesen fogadja, hogy így mondjon neki köszönetet, amiért öregbítik a város jó hírnevét. Város marketing szempontból ezek óriási lehetőséget jelentenek, hiszen a Szekszárd neve megpörög, Szekszárd neve együtt pörög a sikerrel, együtt pörög a minőséggel, és én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb a város jövője szempontjából. Szemerei Levente a tervek szerint ősszel az Amerikai Egyesült Államokban kezdi meg egyetemi éveit, de profi sportolóként továbbra is a szekszárdi sportközpont atlétikai szakosztályát erősíti majd.